Csapdát állítottam a parlamenti pártok számára, és színvallásra kényszerítem őket a legfontosabb kérdéssel kapcsolatban, ugyanis az elmúlt 13 évben a Fidesz úgy alakította át a kétharmadának köszönhetően a magyar választási rendszert, mind itt a fővárosban az önkormányzati választásokat illetően, mind pedig az országgyűlési választásokat illetően, hogy a világ egyik legigazságtalanabb és aránytalanabb választási rendszerét alakították ki. Ennek köszönheti a Fidesz a kétharmadát a parlamentben, ugyanis a Fidesz nem kapott soha 50%-nál többet a leadott szavazatokból, tehát nem a választók akaratát közvetíti az, hogy kétharmados többséggel alkotmányozhatnak a parlamentben, hanem a mandátum kiosztásnál akár 45%, mint 2014-ben, 45%-os szavazati arány, a választópolgárok 45%-a akarta, hogy Fidesz kormány legyen, kétharmadot jelent nekik a mandátum kiosztásnál. Ezt az igazságtalan választási rendszert a Fidesz alkotta meg az elmúlt 13 évben, és a fővárosban is 2014-ben a Fidesz volt az, amely egy olyan választási rendszert hozott létre, aminek köszönhetően fővárosi közgyűlésben 32 képviselőből többségben vannak, 23-an vannak azok, akik kerületi polgármesterek, tehát nem a választási listákra leadott szavazatok alapján ülnek ott. Ez a rendszer tulajdonképpen a két pártrendszer tartja fent, lehetőséget ad arra, hogy a két nagypárt, tehát a balliberális Egyesült Tömb és a Fidesz mutyizhasson, és egy politikai váltógazdaságot működtessen. Ezért beadtunk tegnap egy olyan törvényjavaslatot, ami megszüntetné a jelenlegi fővárosi választási rendszer, és visszaállítaná a 2014 előttit. Ma reggel pedig beadtunk a parlamentnek egy olyan határozati javaslatot, ami pedig az országgyűlési választási rendszert változtatná meg, és a németországi modellt léptetné életbe, aminek az a lényege, hogy pontosan annyi mandátumot osztanak ki, amennyi szavazatot, amilyen arányt kapnak a listák, tehát a listára leadott szavazatok, így nem lehet trükközni a töredékszavazatokkal, vagy mondjuk kitérnénk arra is, hogy hogyan rajzolt át a Fidesz a választókerületeket. Azért csapda ez most a parlamenti pártok számára, nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni, egyelőre tegnap óta némán hallgatnak, mert egy részük támogatná a választási rendszer módosítását a fővárosban. Például ugye a balliberális oldal az, ami most őrjöng, ugye Karácsony Gergely volt az, aki tegnap ordenári rágalmakkal illette a Mi Hazánk mozgalmat, mert ő érdekelt ebben a politikai mutyiban, ahogy a kutyapárt elnöke fogalmazott, pont ugyanazt csinálja kicsiben, ugyanolyan korrupt és kamu ilyen konzultációkat folytat, mint a Fidesz nagyban. Tehát ő érdekelt abban, hogy fennmaradjon ez a rendszer, viszont az országgyűlési rendszernek, választási rendszernek a módosítását meg nyilván a Fidesz nem fogja majd akarni, vagy támogatni, mert ugye az meg az ő kétharmadát veszélyeztetni, úgyhogy most igazi sakmat helyzetet adtunk egyelőre a pártoknak, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Hogyha nem támogatják mind a kettőt, akkor mi hajlandóak vagyunk visszavonni akármelyiket, akár a fővárosra vonatkozóan, akár az országgyűlésire vonatkozóan, tehát mi csak akkor tudjuk ezt támogatni, akkor engedjük mi magunk részéről a parlament elő, hogyha mind a kettőt a fővárosban és az országban is választási rendszert megváltoztatják majd a pártok. Na ez már most sokkal többet ért, ez a módszerünk, ez a rendhagyó módszer, ezzel a két törvényjavaslattal, illetve a határozati javaslattal, mint az összes eddigi szócséplés, amit az elmúlt 13 évben hallottunk, illetve hát a parlamentet nem feloztatni lehet, mert ugye a többség nem akarja ezt, de hogyha a választási rendszert meg tudjuk változtatni, akkor lehet egy igazságosabb eredmény, született egy igazságosabb eredmény, és az egy óriási tévhit, és egy óriási félremagyarázás az ellenzék oldaláról is, meg a Fidesz oldaláról is, hogy itt a magyarok többsége a Fidesz mögött áll, a lakosság kétharmada őket akarja, ezért leválthatatlanok. Ez nem igaz, még a szavazatot leadóknak is kevesebb, mint 50%-a akart az elmúlt 13 évben a Fidesz. Tehát a Fideszt akkor lehet leváltani, hogyha lesz egy igazságosabb választási rendszer, akár a fővárosban, akár az egész országban.